Az előadás sorozat folyamán körbejárták a Kárpát-medencét érintő történéseket, történelmi eseményeket, majd szűkült a kör és következett Bács-Kiskun megye, és végül Kalocsa és környéke. Négy előadás keretében négy különböző területről hallhattak az érdeklődők. Én most a Kalocsa Sárközről beszélek, tehát négy előadás, négy terület. A mai alkalommal Kalocsa Sárköz település hálózatáról lesz szó, hogyan változik, hogyan alakul ki a magyar település hálózat, és hogyan változik a 14. és 17. század között. Ugye ez a probléma. Nagyon sok olyan fölvetése van ennek az előadásnak, tulajdonképpen egy könyvbemutató, hiszen ez könyvbe is megjelent két esztendővel ezelőtt, ami átírja a történelmi tudásunkat. Az előadáson elhangzottak szerint, amikor a honfoglalók megérkeztek, nagy számú szláv népességet találtak a Kárpát-medencében. A kalocsai sár közben ez egyáltalán nem igaz. A 131 település közül csak négynek van szláv neve és személy eredetű név, tehát nem tudjuk bizonyítani, sőt, hát az a bizonyság, hogy nincsen szláv népesség a kalocsai sár közben. De Révész László, aki korábbi előadást tartotta, a saját szülőfalujába Tolna megyének az északnyugati részén ugyanerre megállapításra jutott, tehát ez nem csak a sár közben igaz, hanem más területekre is igaz, hogy nincsen szláv népesség, nem kimutatható a szláv népesség. Ez az egyik, ami úgy átírja az eddigi történelem tudásunkat. Van egy másik tényező, ami kicsit átírja, de részben erősíti, amit mond a szaktudomány. Az látszik, hogy egy nagyon nagy számú magyar népesség telepszik be a kalocsai sár közbe, amely magyar népességnek van egy török vezető réteg, egy török katonai, török eredetű katonai réteg a vezető, és van alattuk egy nagyon nagy számú magyar népesség. Ez megint csak egy nagyon fontos szempont a társadalom szervezés kérdésébe. És hogyha már azt mondom, hogy itt egy nagy számú népesség jön, akkor azt is itt mondom el, hogy nagyon nagy számba jelennek meg a települések. Sőt, azt mondom, hogy a középkori település hálózat, ugye 131 településről beszéltem, ez kialakul a honfoglalás korában. Az előadás végére a honfoglalástól eljutottunk egészen a 17. századig, amikorra is annyira elpusztítják a területet, hogy a Sárköz 131 településéből 13 marad meg, ami alapja a mai település hálózatunknak. A bemutatót hosszabban megnézhetik május 29-i Múzsa című magazin műsorunkban.